Milliárdok vidékfejlesztésre, már elérhető a vidékfejlesztési program valamennyi pályázata. Az összegek egyharmadát élelmiszeripari beruházásokra fordítja a kormány. Évadzáró. Sikeres és eredményes évadon van túl a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház társulata. Emelkedett a bérletet vásárlók száma, növekedett a nézőszám és a bevétel is. Bűnmegelőzési nap. Bűn- és balesetmegelőzési versenyt tartott gyerekeknek a megyei rendőrfőkapitányság Mária Pulcson. Már elérhető az 1300 milliárd forintos vidékfejlesztési program valamennyi pályázata. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A 2014-2020-as uniós ciklusban elnyerhető összegek egyharmadát élelmiszeripari beruházásokra fordítja a kormány. Céljuk, hogy a magyar mezőgazdaság az alapanyag előállítás irányából a magas feldolgozottságú, minőségi termékek előállítása felé mozduljon, közölte az agrárvidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár. Elkészült a Szatmári Síkság Líder Egyesület helyi fejlesztési stratégiája a 2014-2020-as uniós ciklusra, tájékoztatott a szervezet elnöke. Kovács Lajos hozzátette, jelenleg a Szatmári térség 20 településének összefogásával működnek azzal a céllal, hogy az innovatív, helyi értékeken alapuló beruházásokra vidékfejlesztési forrásokat nyerjenek. Ezek a források kis projekteket támogatnak, tehát nyilván nincs akkora keret, 400 milliót valamennyivel meghaladó kerettel gazdálkodik az Egyesület, és a négy területen kisebb projekteket céloztunk meg, hogy minél több szereplő juthasson forráshoz. A legmagasabb támogatási összegünk is 10 millió forint alatti, 9,5 millió egész pontosan, a legkisebb pályázható összegünk pedig, egy másik prioritáson pedig 2 millió forint. Ez a négy terület a vállalkozás fejlesztése, a turisztikai beruházások, a civil szervezetek segítése és a helyi identitást megerősítő programok szervezése. A vidékfejlesztési programra ebben az uniós ciklusban összesen 1300 milliárd forint jut. Ennek fő céljai az élelmiszeripari beruházások segítése, erre költhető a forrás egyharmada. Valamint kiemelt ágazat még a kertészet, az állattenyészés és az öntözés. A gazdatársadalom előregedőben van, ezért is támogatják újra kiemelten a fiatal gazdákat, közölte az agrárvidékfejlesztésért felelős helyettes államtitkár Máté Szalkán. Most is pályázatonként mintegy 12 millió forintos támogatással rendelkezés az új fiatal induló gazdáknak, de ezen felül is támogatjuk a fiatal gazdákat, hiszen az előbb már említett beruházási pályázatokban, amennyiben valaki 40 év alatti, és 5 évnél nem régebben kezdett el gazdálkodni, tehát fiatal gazda, de most nem csak az indulókra gondolunk, hanem a nem olyan régen gazdálkodó fiatal gazdákra, tehát egy 5 éves periódus, azok plusz 10%-nyi támogatási intenzitást kapnak. Mezei Dávid hozzátette, a fiatal gazdáknak külön költségvetési keretük van, amelyre csak ők pályázhatnak. Feltételek közé tartozik például, hogy államilag elismert mezőgazdasági jellegű szakismerettel rendelkezzenek, és egyéni vállalkozóként gazdálkodjanak. A magyar emberek összefogásának köszönhető, hogy ma már alig van Rozsájon és környékén sérült ház, pedig a jégeső közel egy évvel ezelőtt pusztított, mondta a nyíregyházi tájékoztatóján Halmi József, az MSZP megyei alelnöke. A politikus hozzátette, kezdődik a kampány, hiszen Orbán Viktor Nagygécen, Áder János Rozsájon járt, ám fontos lenne a tényleges problémákkal is foglalkozni egy-egy megyebeli látogatás alkalmával, véli a szocialista politikus. Örülünk ennek a látogatásnak, mert hogyha hazánk vezetői eljönnek, az nagy dolog egy megye, egy település számára. De az, hogy a katasztrófa, a jégverés, így jobban értik a tévénézők, a jégverés egyéves évfordulójára tűzik hozzá, hogy közel egy éve volt ez, és még látja a nyomát, ez felháborító. Tehát én azt gondolom, hogy egy évvel egy ilyen katasztrófa után már nem kell nyomának lenni, kormányzati segítség kellett volna. 36 milliárd forint értékben két költségvetési módosító javaslatot is beadott a Jobbik. Az egyik az M49-es gyorsforgalmi elkerülő út megépítését tartalmazza Máté Szalkától az államhatárig, közölte Apáti István, a párt országgyűlési képviselője. Erre azért lenne szükség, mert azoknak a kis településeknek, ahol most áthalad a forgalom, túl leterhelt és balesetveszélyes az úthálózata.
Kocsordon például naponta 16 ezer gépjármű halad át, hangzott el a sajtótájékoztatón. A másik javaslat a Csengeri börtön mihamarabbi megépítését sürgeti, amelynek közbeszerzési eljárását túl magas ár miatt eredménytelennek nyilvánították. Ez többek között azért is fontos, mert Csenger városa 2 éve elnyerte, az összes előkészítő munkálatot elvégezte, amely súlyos összegekbe került, és körülbelül 80 fő oktatása és képzése már megkezdődött. Többségében olyan emberekről van szó, akik a korábbi munkahelyüket emiatt ott hagyták. Tehát nagyon nehéz helyzetbe kerülnének, hogyha ez kútba esne. Másfelől pedig az ez 250 fő erejéig munkahelyeket teremtene. Sikeres és eredményes évadon van túl a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház társulata. A csütörtöki évadzáró ülésen elhangzott, emelkedett a bérletet vásárlók száma, növekedett a nézőszám és a bevétel is. Az eseményen ismertették a következő évad előadásait, és díjazták azokat a színészeket és munkatársakat is, akik kiemelkedő munkájukkal hozzájárultak a színház eredményességéhez. A nyíregyházi társulat idén ünnepelte meg alapításának 35. évfordulóját, így ezek az eredmények különösen értékesek a színház számára, mondta el a teátrum ügyvezető igazgatója. Az adatok szerint a nézőszám a tavalyi 90 ezerről 93.500-ra nőtt. Ezzel párhuzamosan a bérletekből is többet sikerült eladni, amiből összesen 19.429-et vásároltak a nézők. Sikerült 1181 bérlettel többet eladnunk, mint az előző évadban. Sikerült a bevételeinket mintegy 12%-kal megnövelni. Ezen belül kiemelném a bérletszünetes nagyszínpadi előadásainkat, ahol 97%-kal, tehát majdnem megdupláztuk a bevételeinket. Tehát ezek a számok szakmai szempontból pedig szintén csak azt tudom mondani, hogy ha ilyen nézőszámemelkedés, ilyen bevételemelkedés történt a színházban, azt kell, hogy jelentse, hogy a színház rajongók szeretik a színházat, és egyre többen gondolják úgy, hogy szívesen jönnének. A fenntartó önkormányzat nevében a polgármester arról beszélt, eredményes és sikeres évadon van túl a társulat, amelyről város szerte pozitív visszajelzések érkeznek. A szabadtéri színpad 1 milliárd forint értékű felújításáról szólva azt mondta, a munkálatok az idei szabadtéri program sorozat végén kezdődhetnek el, és a következő szezonra elkészülnek a rekonstrukcióval. Biztosított a háttér, jók az előadások, és tervezetten előre gondolkozva már a következő évad is összeállt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó működési forma, és hát a bérletek számának a növekedése egy újabb bizonyíték arra, hogy itt mennyire szeretik a nyíregyháziak a színházat. Az évad zárón több díjat is átadtak. A társulat által megszavazott idei Muric díjat Nagy Idai Gergő színművész vehette át, aki a szerepe kedvéért a Főfőnök című darabban még izlandi nyelven is megtanult néhány mondatot. A munka volt annyira erős, hogy egy kicsit jobban meg kellett küzdenem vele. És nekem is be kellett látni azt, hogy az egyéb dolgaim azok most háttérbe kell, hogy szoruljanak. Ez köszönhető a szerepeknek, amiket kaptam, köszönhető a rendezőknek, akikkel dolgoztam, köszönhető a maximális kollégáknak, akikkel dolgoztam, tehát elég strapás volt az évad. A következő évadban a nyíregyházi közönség többek között a Chicago című musicalt és egy Sherlock Holmesról szóló darabot is megtekinthet a Móricz Zsigmond Színházban. A megelőzés kiemelkedő fontosságú, védik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságnál is. Ezért tartanak gyerekeknek minden évben bűn- és baleset megelőzési versenyt Máriapócson. A rendezvényen több mint 70 roma és hátrányos helyzetű fiatal vett részt, akik többek között bűnmegelőzési teszteket töltöttek ki, kerékpáros akadálypályán szlalomoztak és az új lenyomat vétellel ismerkedtek meg. Ez már a központi megyei bűn- és baleset megelőzési verseny, hiszen korábban területi előselejtezőket tartottak, így a térség legjobban teljesített roma és hátrányos helyzetű fiataljai versengtek Máriapócson, a Rabócsi ringnél. Többek között kerékpáros akadálypályán szlalomoztak az iskolások. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányságon működik, mint valamennyi más hasonló főkapitányságon, egy úgynevezett területi kisebbségi kapcsolattartási munkacsoport. Ez a munkacsoport immár 5. alkalommal rendezi meg itt Máriapócson a megyei bűn- és baleset megelőzési napot. Ezt megelőzően helyi szinten előválogató történik, ide már csak a legjobbak érkeznek versenyezni. Ez az idejében is összesen 72 fő, különösen roma, illetve hátrányos helyzetű fiatal érint.
A legtöbb résztvevő érdeklődött a rendőri pálya iránt, és nem csak a fiúk, a lányok között is akadt olyan, aki egyenruhás szeretne lenni. Engem érdekel a rendőri pálya, és lesz bicikli verseny, kressz verseny, és ilyen bemutatók, akkor még lesz ilyen más feladatok, ami mondjuk ilyen dobálós. Bűnmegelőzési totót és több balesetmegelőzési tesztlapot is kitöltöttek a fiatalok, a verseny célja a prevenció és integráció. Több településről érdeklődnek roma fiatalok a rendőri pályá iránt, és azt veszem észre, hogy egyre többen jelentkeznek erre a rendőri pályára roma gyerekek. És ugye ez a rendezvény szerintem nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a társadalom integráció valóban nem formálisan, hanem valójában megtörténjen. A versenyen a nagyobbak többek között légpuskával is lőhettek. Két autó ütközött tegnap este Nyíregyházán az Orosi úton. A vihar miatt nem működött a jelzőlámpa, ezért egy figyelmetlenül balra kanyarodó autós egy szabályosan közlekedőnek hajtott. Személyi sérülés nem történt, azonban mindkét járműben jelentős anyagi kár keletkezett. Jogaoktató és reflexológus is segített a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének az egészséges életmód népszerűsítésében. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Két érmet szereztek az NVSC kardvívói a Török Bálinton megrendezett újonc korcsoportos országos bajnokságon. Az Együd Eszter, Németek Elilla, Nyíri Villő összeállítású csapat aranyérmet nyert. Együd Eszter pedig egyéniben a dobogó harmadik fokára állhatott fel. A már bajnok Balkány otthonában elért gól nélküli döntetlennel a Nagyecsed megszerezte a második helyet a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Ádámszky Róbert együttese az utolsó fordulóban a Nyír Gyulajt fogadja. Jogaoktató és reflexológus is segített a vakok és gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének az egészséges életmód népszerűsítésében. Az Egész Séker című projektre 617.000 forintot nyert a szervezet a Generali a Biztonságért Alapítvány pályázatán. Lezárult a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületének Egész Séker című programja, közölte a szervezet elnöke a záró rendezvényen. A tavaly szeptemberben indult egészséges életmódra nevelő projektre összesen 617.000 forintot nyertek a Generali a Biztonságért Alapítványtól. Négy szakmai programot valósítottunk meg. Első ízben egészségnapot szerveztünk, megismerkedhettek érintettek által a diabétesszel, a gluténérzékenységgel, vendégünk volt fitoterapeuta, és talpmasszást is igényelhettek a tagok ezen a rendezvényen. Aztán a következő alkalommal a jógával ismerkedhettek meg az egészséges életmód kapcsán. A következő rendezvényünk már idén volt áprilisban, amikor egy gyalogtúrát szerveztünk a Füzéri Várhegyre. Az elmúlt hónapokban közel 300 ember tudott így megszólítani az egyesület. A záró rendezvény egyik vendége a Látássérültek Szabadidő Sport Egyesületének elnöke volt. Forgács Szabolcs kiemelte, tapasztalataik szerint egyre aktívabbak a látássérültek és az önkéntesek is a sportesemények lebonyolításánál. Amíg egyesületük 10 évvel ezelőtt csak futást és tandembiciklizést szervezett, ma már több mint 8 sportág elérhető a vakok és gyengénlátók számára Budapesten. Szerencsére ebből is egyre több, vagy ebből a típusú programból is egyre több betrendeznek mindenfelé, egyre több városban, de azért még ebben azt gondolom, hogy talán bőven lehet hová. Tehát vannak még olyan régiói az országnak, ahol még úgymond nem jártunk ilyen rendezvényeken, de Nyíregyháza például olyan aktív ilyen téren, úgyhogy mindig örülünk, hogyha hívnak és szívesen jövünk. Tarjányi István, az NVSC vívója kiemelte, az ehhez hasonló rendezvények bemutatják, hogy kerekesszékben is milyen kimagasló sporteredményeket lehet elérni. Fontos azonban, hogy ösztönözni és támogatni kell mindenkit, főleg az első lépéseknél. Látják azt tényleg, hogy milyen nyíltak vagyok, milyen nyílt az ember kerekesszékben is, és sportolóként is találkozok olyan emberekkel, hogy jönnek oda, kérdezik, hogy hol van ilyen lehetőség, hogyan kell elkezdeni, és mivel jár ez. A rendezvény egy kötetlen beszélgetéssel zárult a vendégek és a meghívott sportolók között.
Két érmet szereztek az NVSC kardvívói a Török Bálinton megrendezett újonc korcsoportos országos bajnokságon. Az Együd Eszter Német Eke Lilla Nyíri Villő összeállítású csapat aranyérmet nyert, Együd Eszter pedig egyéniben a dobogó harmadik fokára állhatott fel. Az újonc, azaz a 2003-ban született kardozók országos bajnokságán több mint 50-en léptek pástra a Török Bálinti sportcsarnokban. Az NVSC szakágát három lány és három fiú képviselte. Pákai Béla lány tanítványai sporttörténelmet írtak, mivel a 9 csapat versenyében aranyérmet nyertek, így megszerezték a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vívósport első bajnoki címét. A reményeink jók voltak, mivel ugyanaz a csapat, aki ezen a versenyen is elindult, a tavalyi gyermek országos bajnokságon bronzérmet tudott szerezni. És úgy gondoltuk, hogy ezt legalább meg szeretnénk védeni, tartani ezt a helyezést, de ha lehet, akkor nyilván javítanánk. Így indultunk neki. Az egyéni versenyen már Együd Eszter jó voltából nyertünk egy egyéni bronzérmet, ez úgy azért megadta a kezdő hangulatot, és másnap a csapatversenyen, mivel mind a három lány az egyéniben olyan jól szerepelt, hogy az első helyen voltunk kiemelve, igazából először egy könnyebb ellenfelet kaptunk, ők voltak a Kertváros, az egy nagyon sima szó volt, aztán jött a kettőbe jutásra a BVSC, ő a legerősebb csapat, azt lehet mondani, a legkomolyabb mezőnyt képviselik a versenyeken, és ott 45-44-re le tudtuk őket győzni, és az aranyéremért pedig az MTK-val vívtunk, az azt lehet mondani, sima volt, végig vezettünk, 45-41-re nyertünk. Az egyéniben bronzérmes Együd Eszter a csapatverseny elődöntőjében befejező emberként 3-2 hátrányból fordítva vezette győzelemre a nyíregyházi együttest. A BVSC-vel vívtunk, és 45-44-re nyertünk, de úgy, hogy 44-41-re vezettek, és onnan hoztam fel. A korosztályánál egy évvel fiatalabb Nyíri Villő elmondta, hogy társaival nem csak a páston alkotnak jó csapatot. Nagyon jó társaság, a közösség, sokat szoktunk beszélgetni, meg a lányokkal így találkozni, meg szeretjük Béla bácsit is. A csapat harmadik tagja szerint a korábbi eredményeiknek köszönhetően már tartanak tőlük az ellenfelek. Sokan félnek is tőlünk, mert viszonylag egész évben jó eredményeket értünk el, és az egyik kislánnyal a döntőben minden versenyen összekerültem, és nagyon jó asszókat is vívtunk, és az MTK-s edzők is se kedvelik, hogyha velük vívunk. A fiúk versenyében a Balc Dávid, Szántó Dávid Vargazalán összetételű együttes 17 csapat között a 7. helyen végzett. Mivel a fiúk fiatalabbak a korosztályuknál, a hétvégi budapesti gyermekbajnokságon is pástra lépnek, mégpedig edzőjük szerint az éremszerzés esélyével. A már bajnok Balkány otthonában elért gól nélküli döntetlennel a Nagyecsed megszerezte a második helyet a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Ádámszky Róbert együttese az utolsó fordulóban a Nyírgyulajt fogadja. Egy gólzáporos mérkőzést hozott a labdarúgó megyei első osztály utolsó előtti fordulója, a Mándok 6-1-re verte a Tuzsért. A Tiszavasvári 4-1-re győzött a Rakamaz ellen, a Gyulaháza 2-0-ra múlta felül az Ibrányt, a Nyírgyulaj pedig 2-1-re bizonyult jobbnak a Nagyhalásznál. Két vendégsiker született, a Baktalórendháza 2-1-re nyert Fehérgyarmaton, a Vásárosnamény pedig Sényéről vitte el a 3 pontot 2-0-ás győzelmével. A már bajnok Balkány hazai pályán játszott gól nélküli döntetlent a Nagyecseddel. A nagy meleghez képest egy jó iramú mérkőzés volt. Hozzáteszem, nekünk muszáj volt az előző való mérkőzésre, nem nyertünk otthon, így a ezüstért kicsit kockáztatnunk is kellett. Több helyzetet kidolgoztunk, mint a hazaiak, de az X az reális volt, azért úgy gondolom, nekik is volt lehetőségük. Így viszont szerencsére a riválisok botlásának ezüstérmesek lettünk. A nagyecsedi együttes második helyével megismételte tavalyi szereplését, amikor az akkori bajnok Ibrány mögött zárt másodikként Ádámszky Róbert együttese. Eltelt egy pár forduló és leírtak minket, úgymond, hogy nem leszünk a dobogó közelében sem. Úgy gondolom, a srácok nagyon sok mindent megtettek ezért, hogy ez ne így legyen. Tehát mondom, gratulációmat nem győzöm kifejezni most se. Tehát 2 év alatt 2 ezüstérem, óriási bravúr. Nálunk nem arról szól, hogy 18-20 ember van a keretben. Én úgy vagyok vele, inkább legyen 13-14 ember, aki mindent megtesz a sikerért, mint hogy 16-17 ember üljön ott a padon. Ez a közeljövőben is így lesz, sőt, még úgy, ahogy beszélgettünk az elnök úrral, még valószínűleg még szűkebb keretünk lesz. A Nagyecsed az árófordulóban a Nyírgyulajt fogadja. A forduló további párosítása a következő: Gyulaháza Máté Szalka, Rakamaz Mándok, Tuzsér Sényő, Vásárosnamény Fehérgyarmat, Nagyhalász Ibrány és Baktalórendháza Balkány. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Már elérhető az 1300 milliárd forintos vidékfejlesztési program valamennyi pályázata.
A 2014-2020-as uniós ciklusban elnyerhető összegek egyharmadát élelmiszeripari beruházásokra fordítja a kormány. Sikeres és eredményes évadon van túl a nyíregyházi Móri Zsigmond Színház társulata. A csütörtöki évadzáró ülésen elhangzott, emelkedett a bérletet vásárlók száma, növekedett a nézőszám és a bevétel is. A megelőzés kiemelkedő fontosságú, vélik a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei rendőrfőkapitányságnál is. Ezért tartanak gyerekeknek minden évben bűn- és baleset megelőzési versenyt Máriapulcson. A rendezvényen több mint 70 roma és hátrányos helyzetű fiatal vett részt. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták június 1-én csütörtökön. Friss hírekkel természetesen holnap este is várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos meleg időre számíthatunk. Egy anticiklon peremén péntek estig többnyire alacsony nedvességtartalmú levegő érkezik térségünk fölé. Estétől kiderül az ég, csapadék nem lesz, az északnyugati szél időnként megélénkül, reggelre általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben derült, napos, száraz idő várható, a változó irányú szél gyenge marad, délutánra 28 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. Nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli, kora délutáni órákban ajánlott elkerülni a napon való tartózkodást. A hétvégén derült, száraz, napos, meleg nyári időre van kilátás, hétfőtől aztán már sok helyen kialakulnak záporok, zivatarok, szélerősödés kíséretében és több fokkal visszaesik a hőmérséklet. A hét második felében csökken a csapadékhajlam és újból melegszik a levegő. Ma van a meteorológiai nyár első napja.